Hát sziasztok, ez nem egy Teachimnusz lesz, úgyhogy ne is készüljetek arra. Tudom, ma nagyon trendi az, hogy csak a rossz tulajdonságokat mutassuk be, de én számos olyan tulajdonságba ütköztem bele, ami nagyon-nagyon visszatetsző. Hát konkrétan annyi, hogy három oldalt írtam így össze, amit most nektek prezentálni is fogok. Az igazat megvalva erről a Titans Returns nevezetű történet részről nem is hallottam, most kezdtem utána olvasni és nagyon tetszik. Maga a doboz illusztráció nagyon szép, szerintem kurva jól néz ki. Láttam az Optimus Prime-os kiadást is, kurva jó, az annyira bejött nekem. Ami nem tetszik, az, hogy nagyon szépek a képek rajta, de annyira látszik, hogy ezek CGI elemek, mert ez teljesen elüt a dobozban lévő modellektől. Hát ha megfordítjuk, már egyből lehet látni, hogy a lábnak teljesen más az anyag minősége. Na, akkor kezdjük kibontani. Kivesszük, hopp, leírások, oké. Na, ennél legalább van egy nagyon szép és hosszú leírás. Egyetlen bajom vele, hogy a lila részek be vannak sötétítve, úgyhogy azt még zseblámpával se látod, hogy pontosan mit akarnak. A fegyver. És egyből szembe tűnik az, amiről beszéltem, hogy ez egy nem átlátszó műanyag. Ez ilyen kicsit ilyen homályosabb. Első dolog, amit nem értek, hogy miért nem kapott minden ilyen fémes festést. De ami tetszik, nagyon szép a textúra rajta. Konkrét az egész fegyver lehetne ilyen szép fémszínű. És ráadásul nem is lyukas a kicsike, várjátok, egy picit beélesítem, hogy megmutassam. Most pedig össze fogom hasonlítani a valóságot a sajtófotóval. Bal oldalt találhatjuk a sajtófotót, és jobb oldalt a valóság. Mennyire üveg, és mennyire műanyag a jobb oldal. Nagyon durva, mi? Hát én már találkoztam ennél jobb minőséggel, de most erre ne térjünk ki. Szóval, akkor jöhet a figura. Összességében nekem tetszik. Na, az első dolog, hogy nem akar rendesen megáll, majdnem eldől. Álljál már meg! Egy picit előre kell dönteni. Szerintem, így jó lesz. Felső test, jó. De akkor is hátradől. Na jó, ez az első, ami nagyon nem tetszett, a lábak. Na, fegyvert oda tesszük. Na, és itt ugrik a majom a vízbe, amikor fel akarom emelni a kezét. Beleütközik a vállába. Ebbe itt. Akkor tudom felemelni egyenes vonalba a kezét. A kezet csak akkor lehet mozgatni, ha ezt itt felhajtom. Hát ez egy eléggé illúzió romboló dolog. Na. És itt lehet látni, hogy ha így akarjuk mozgatni, az mindenképpen... hát igen, ezt fel kell hajtanunk. Szuper, állítsuk be. Ezt így le tudjuk hajtani, ezt így rápattin, nem ezt. Igen, erről majd mutatni fogok egy pár közelítés. Ne szopassál, hogy most letörtem! Bassz meg! Jó, remélem nem törtem le, csak lepattant. Oké, jó. Ezt a maszek kialakítást, öcsém! Na jól van, semmi probléma. Ez csak leszedhető alkatrész, remélem. Jó. Na, itt az egyik probléma. Kicsit megmozdítom ezt a kart, ami itt van hátul, és kigyílik teljesen ez a pilóta fülke. Hát nem patentes. Ezt be kell látnom. Mondjuk azt, hogy a legkisebb probléma, de nagyon nem tetszik ez a dolog. Képesek voltak egy 85-ös játékházt lazán megoldani, de itt nem. Utána néztem ennek a modellnek, és... Mamutban és a West Endben 12 000 jó magyar forintig kínálják. Én 12 000 forintot nem adtam érte, hála jó égnek, pedig még így is tépem a hajamat, hogy mi ez a maszegság, és az a baj, az egészet ez jellemzi. De nem tudom a másik érdekességet,
az arcot. Ha nem közvetlenül előről kapja a fényt, akkor alig látható az arc. Az a baj, hogy túlságosan mélyen van. És ráadásul ami legdurvább, hogy oldalról annyira illúzió romboló az egész, hogy az hihetetlen. Előről se jó, de oldalról a legrosszabb szerintem. Nem tudom, hogy ki hogy van veled, de szerintem arra játszottak, hogy majd kiadnak hozzá egy jobb minőségű fejet. Ezt le tudjuk ide hajtani, és visszaugrik, ha mondjuk kinyitjuk a mellkast, ezt szépen bezárjuk. És mutatok valami érdekességet, ami nálam kiverte a biztosítékot, pontosabban erről lesz most szó. Előveszem szépen a sajtófotót, pontosabban a dobozt, és megmutatom nektek, hogy miről is van szó. Az első dolog, amit nagyon utálok, amikor átverik a fejemet. A sajtófotón jól néz ki, a dobozon lévő fej kurva jól néz ki. De itt, hogy néz már ki? Nézzük meg közelebbről, pillanat, datom, így kéne kinéznie. Sajnos közvetlen közelről se jobb a helyzet. Azért belenéztem a csomagba, hogy nincs véletlenül mellékelve egy festmagad készlet hozzá, hogy kijavíthassam. Konkrétan az oldalsó rész az mondjuk ilyen lilára kéne festeni, az arcot pedig szürkére. Csináltam egy Photoshop illusztrációt arra, hogy mennyire kicsi dologra is fel lehetne dobni ezt a fejet. Elég lenne egy kis ezüst festék, és már is teljesen más kontrasztja lenne az arcnak. De nincs igaza? Szerintem így jobban néz neki. Sajnos a robot mód se jobb. Már is átpattintom, igen, és. Én csak, igen. Eléggé bénán néz ki, megmondom őszintén. Várjál csak, meg kell folytani a fejét. Erre mire rájöttem, basszus kulcs, oké. Így néz ki egy modolt változat, és így néz ki az enyém. Ami tetszett mondjuk a kezek. Az nagyon jó meg lett oldva, de maga így az egész konstrukció egy rakás. Úgyhogy, na igen, a kezek azok tetszenek. Azok mozgathatók minden irányba. De ez nagyon jól meg lett oldva szerintem. Jó, akkor is vissza, és átfordítjuk, és így a fejmód. Bele kell patintani szépen oda középre. Igen, oda. Ezt így szépen így megfogjuk. Ezt a kis részt átfordítjuk így, és belepattintjuk ide. És kész is a fej. Ez forgatható. Igen, ezt kinyitjuk, és felpattan a fejvért, és már kész is van a dolog. Na, azt a dolgot fogom nektek most megmutatni, amitől teljesen idegbajt kaptam. Nem lehet javítani, ez konkrétan a leggecibb dolog, amivel találkoztam ennél a modellnél, és mutatom már is. Pillanat, az egyik, ezt is mondjuk lefelé lehet volna festeni, ez a lyuk itt hátul. Ezt miből tartott volna betömni egy műanyag lappal, és itt van, ami nagyon fontos. Ezt csinálok egy közelit róla, megmutatom nektek egy pillanat. Na. Hézag. Azt hiszem csak hézag, de nem. El van méretezve. Ennek konkrétan patentosnak kell lennie, itt, mint a másik oldalt. Ez tényleg patentos, oda pattintja és ennyi, de a másik oldalt kicsit tágabb, és emiatt nem patentes. És ez nem csak azzal van baj, hogy ez nem patentes, hanem azzal, hogy amikor össze kell állítani a két lábat, szétpatta. Ennyire szét van jövve, basszus kucs, annyira tág, hogy a rahadna meg, aki ezt kitalálta. A másik dolog, ami engem halálosan idegesít, a lánctalpak. Konkrétan nincsenek lefeste, miből tartott volna egy kis ezüsttel lefújni? Úgyhogy ez az egyik dolog, nagyon szép itt elő a textúra, nagyon szép a festés elő, mondjuk ez sincs lefestve, ami szerintem hülyeség. Igen, a lábakon is lévő textúra is nagyon jól meg van csinálva. Ez itt elől nagyon tetszik, ez a piros rész. Na, a logó nem ragasztva van, hanem oda van festve, ez a rész is nagyon szépen van festve, ez a lábon lévő piros rész is nagyon jól néz ki, és nagyon szép élőben. De a lábak minősége, hát gyerekek, ez a műanyag valami istentelenül szarul néz ki. Úgyhogy lábakról ennyit. A következő dolog, ami kicsit idegesít és zavar is, az ez a rész itt, pillanat, csinálok róla gyorsan egy közelit. Igen, itt is van. Ez a kis pöcök 3-4 használat után elkezdett így rojtosodni. Ilyen jeleket maximum szerintem egy 10 éves játéknál kéne észrevennem, nem egy 2 naposnál.
A másik dolog, hogy ezt a fejrészt be lehet zárni a mellkasba. Szerintem rossz a konstrukció, mert nincs, ami visszafogja. Hát igen, ez egy kicsit gázosabb dolog, de nincs ezzel probléma, hiszen van két kezünk is be tudjuk zárni. Mondom, van két kezem, hogy be tudjam zárni. Ezt sikerült. Na, jól van. Úgyhogy ennyi lenne a fejrész, akkor mutatok valami érdekességet. Ja. Most pedig leveszem a fejecskét, és mondjuk legyen a repülőmód. Ezt felhajtjuk. Ezt behajtom mindkét oldalon. Oké. Na, mondom oké. És bepöckölöm ide. Van egy kis pöcög, amit oda lehet rögzíteni a vállhoz az alkart. Mondom, oda lehet rögzíteni az anyádat. Oké, rendben. Oda pattintom. Igen, meg is van. Jó, ezt lehajtom a lánctalpakat. És most rakom össze másodjára, úgyhogy izgalmas lesz. Ez nem lesz olyan nehéz szerintem, mint a tegnapi. Oké, ezt áthajtom. Igen. Jézusom! Mondjátok rám, hogy maximalista vagyok, de szerintem 12 000 forintért ennek nem így kéne lötyögnie. Hát ennek pontosan patentra kéne összeállnia. Jaj, anyám! Jól van. Fene egyen meg. Rendesen van összerakva. Azért megfojtom újra. Oké, ez tökéletesen középen van. Nem, ez ennyire, max. Hát ez nagyon nem tetszik. Anyám! Hát ez nagyon nem jön be. Na, ajánlatokat várok a játékra, gyerekek. Ki mennyiért veszi meg? Oké. Zoomot váltunk. Rendben, ezt átfordítjuk. Ennek lefele kell, mert ez a repülőmód, nem a tankmód lesz. Ezt átpöttyintem ide. Ne! Hát, ne szívassál már! Hát ez nagyon maszek. Kurva életit, hát nem hiszem el. Ez valami rossz vicc. Ezért meg fogom nézni, ez biztos eredeti? Minden logó eredeti rajta. De ezt nem hiszem el. Hát igen. Úgy látom, hogy mintha egy kicsit... ott középen van pedig. Úgy néz ki, hogy az egész, mintha el lenne csúszva, picsába. Hát nem hiszem el. Jó, ezt majd meg kell néznem, hogy nincs-e valami fertülés benne, vagy valami. Ez így konkrétan úgy látom, mintha a konstrukciós hiba lenne. Vagy nagy meleget kapott és eltorzult volna. Érdekes. Nagyon érdekes. Ezt úgy kell csinálni, ha jól emlékszem, ezt ki kell hajtani mindkét oldalra. Igen, oda le, egymás felé kell fordítani. Igen, akkor ezért volt ez a rész ennyire hajlékony. Aha, azt ki kell onnan még pattintani, azt a lilás részt szerintem. Ez miért nem akar működni? A másik oldalt olyan könnyen ment. Érdekes. Az van ott egy kis pöcök, azt oda kell tenni, ez oké, ezt behajtjuk. És aha, azt a lilás részt ki kell, meg is van. Szuper, na. És behajtom ezt is. Na, oda pattintjuk. És kész is van a repülőmód. Szuper. Azt a kis pöcköt oda kell behelyezni. Úgy van. És elmileg így stabilan fog állni. Őszintén, hát eléggé maszek ez a mód.
Mármint ez a repülőmód. Jó, látható, hogy megint nyitva van a kis pilótafülke. Ezt a maszek megoldást. Öcsém! Na mindegy, most ki akarom nyitni, akkor onnan előről tudom pattintani. Jó. És ide helyezem be a kis robotkát, akinek előre nyújtom a lábát. És ott a helyem. Nem tudom ki, hogy van veled, de az egész modellnek olyan overload hangulata van. Lehet, hogy a pilótafülke teszi, vagy mondjuk ez a lilás szín, de nekem a régi overlordomat jutatja ez eszembe. És végső simításként a fegyvert alá helyezzük. Ezt szépen le kell hajtanunk. Nem, várjál csak, ez a ágyú módban van. Így, és a akkor ezt visszahajtjuk, ezt lehajtjuk, és ezt rakjuk alá. Oda, ott aladjuk. Aha, érdekes. Ez hogy fog megállni? Ez a repülő mód. Aha, az a két pöcök azért van rajta. Várjál csak, ezt lehajtom ide, és akkor talán így. Aha, na, és akkor így néz ki a repülő mód. Nem azt mondom, hogy nagyon nehéz volt, de azért elgondolkodtam, hogy hogy kell megcsinálni. És akkor jöhet a tank mód, vagyis az ágyú mód, ami igazából a kedvenceim közé tartozik. Na, így néz ki akkor. Eredetileg szuper. Jöhet akkor a tank mód. Már megint tankot mondtam. Bocs, ágyú. Ágyú mód. Na. Nem is értem, a repülő mód volt a sima rajzfilmben? Nem volt. Ott csak izé volt, ott a Galvatron beleugrott a repülőbe. Ciklonba, jól emlékszem. Ja. Ezt ki kell egyenesíteni. Oldalt. És össze kell pattintani. Igen. És itt jön elő az a dolog, amiről beszéltem. Hogy amikor össze kell pattintani a két oldalon lévő részt. És az egyik nem megfelelő. És nézzétek meg, szétugrik. Összepatintod, és elengeded, szétug. Teljesen gázos a dolog, és szétesik. Megpróbálom finoman összeérinteni. Jó. És ilyen hosszú lesz majd a tank mód. Már megint tankot módok, francban, az ágyú mód. Na, először is ezt előre pattintjuk, de jó, emlékszem, ezt majd ide kell helyezni. Fontos figyelni, hogy az apró alkatrészek le legyenek hajtva, különben azokat le is törhetjük. Úgyhogy ezt itt szépen lehajtjuk így. Beállítjuk tankmódba, ahogy először csináltam. És igen. És itt lehet látni az első nagy problémát. Szerintem így, de így kell, szerintem. Biztos, hogy így kell csinálni. Másképpen nem lehet. Ezt oda kell pattintani, ezt a kis reteszt. Oda kell, és a másik oldal. És lehet látni, hogy valahol nem passzol, és ezért szétugrik. Talán itt kell megnyomni valamit, nem? Kurva anyját. Jó, ezt felemeljük, és átfordítjuk az egészet. Ó, baszki, hol rontottam el, várjál csak. Ezt le, ezt le kell alárakni. Talán így. Hol rontottam ezt el? Itt van, de komoly! Ezt is lehet mozgatni. Jó oldották meg, tetszik. El lehet csúsztatni a várrészt. Nagyon-nagyon komoly. És akkor szét lehet teljesen nyitni, és akkor nagyobb terpeszbe lehet állítani. Azért elgondolkodom... Nem jó. Aha.
Ezt a várrészt akkor még jobban lefele kell nyomni. Ez pedig szétugrik állandóan. Hát gyerekek, az összhatás nagyon gagyi. Az a legnagyobb szégyen, hogy ez egy 2016-os modell. Hihetetlen. Hú. Lehetséges, hogy ezt a modell szettet elbaszták, mert haverom is hasonlót vásárolt, és nála is ugyanilyen gyermekek betegségek vannak. Úgyhogy van benne ráció, hogy ezek ilyen első darabok voltak. Jó, és akkor jöhet ide az ágyú. Ebbe a pontba kell betenni, úgyhogy áthajtjuk ezt. Lepattintom innen, ezt felhajtom, ezt pedig lehajtom, és ezt a csatlakozást kell ide belehelyeznem. Na, akkor még egy picit módosítjuk a talpazatot. Szuper. Hogy ne a pilótafülke nyugodjon az egész. De azért legalább gondolkodtak, hogy a pilótafülkét ne alulra helyezték, de valami védi, hogy ne karcolódjon. Ez nagyon okos megoldás, hogy rá lehet helyezni ezt a feketét, bár le fog pattani előbb vagy utóbb, mint ahogy én kezembe tette előbb. És akkor így néz ki a tankmód. Már megint tankot mondok, hát nem hiszem el, a ágyú mód, bocsánat. Ez inkább ágyú. Jó, szuper. Így néz ki. Szuperül néz ki. Mondjuk lehet, hogy rá kéne pattintanom oldalt azt a részt, igen. Igen. Ja, alakítsuk vissza a robottá. Gyorsabban, mert ilyen kíváncsi vagyok. Mondjuk érdekes a talp rész, hogy az is túlságosan könnyen mozog. Ezért akár feldőlhet. Igen, ez idegbajt kapok ettől, ez a hézagolástól. Legyen minden patentos. Jaj, basszus kulcs, ezzel valamit kéne kezdeni. Ha valakinek valami ötlete van, nyugodtan mondja nekem, vagy írja ide nekem le, mert minden ötletre vevő vagyok. Úgy néz ki a dolog, hogy mintha kicsit kitágult volna. Jó. Akkor ezt várjunk csak. Az egészet meg kell fordítanom. Ezt felhelyezem, hogy ne akadjon bele. Okay. Ja, hogy a várrészeket nem folytottam vissza. Jó, hát ennyi eszem sincsen. Mondjuk meg kéne nézni a leírást, basszus kocs, ilyenkor ezt fel kell csattítani, ezt ráhelyezem, ezt le... Lehet csak? Ez biztos, hogy így kell. Na minden is ezzel nem foglalkozok. Ezt visszafordítom a lábakat, oké. Okay. Kiegyenisítem a testet, kezeket, ezt hátrahajtom, ezt lehajtom, ki az öklöt. Az se tetszik, hogy nincsen is megcsinálva rendesen az ököl, a lánctalp sincsen lefestve. A várrészek is eléggé bénán vannak megoldva. Hát, nem tudom. Egy 8 éves gyerek számára ezek nem nagy problémák, de mondjuk egy felnőtt számára azért... Igen, hopp, ne szopassál már, megint leesik. Hát, ez is egy olyan alkatrészhez, ami szerintem előbb vagy utóbb le fog törni, basszus kulcs. Vegyük ki a fejet, zárjuk le, és igen, és helyezzük ezt vissza. Bam! Ki a fejrészt. Ehhez is egy állványt fogok szerintem venni. Késztek hozzá, akkor tegyük vissza szépen a fejecskét. Hátra helyezzük. Oké. Okay. Visszahelyezzük, kinyitjuk a mellkast, felpattan a fejecske, és vissza. Szupi! Na, patintjuk fel az ágyút. Ja, hogy nem alakítottam vissza, oké. Okay. Még szerencsé, hogy egykezes megoldás. Oké, okay. Na, összegezve. Elég nagy csalódás ez a Galvatron. Az ember azt hinné, hogy 2016-ban egy cég ilyet nem engedhetne meg magának. És mégis látjuk, hogy a Hasbro-nak inkább a pénz a fontos, mint a minőség. Tele van sorjával. Nem kap mindenhol festést. Igazából európai piacra olyan játékot szántak, ami úgy gondoltak, hát egy 8 évesnek tökéletesen elég lesz ez a minőség. Hiszen a japán kiadást hihetetlen szép.
Igaz, ott 18 000 forintot kérnek alaphangon érte. Ez pedig 12 000 forint. Jobb üzletekben. Van 7-ért is, láttam 8-ért is, de a 12 az átlagos. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!